Már az új ingyenes wifi segítségével böngészgett Tigelman Péter alpolgármester az Éhes Gyula gimnázium udvarán. A TARK Kft. Által kiépített rútereknek köszönhetően mostantól bárki felcsatlakozhat a hálózatra innen. Pont egy filmet néztem itt a gimnázium udvarán a legújabb free wifi-vel, és gyakorlatilag ez az újítás is a free wifi, ami igazából a legutolsó választási kampányban természetesen Dombóvárnak az ígérete volt, hogy a dombóvári közintézmények környékén igazából udvarában egy free wifi-t hoz létre, ahol bárhol, bárki bármikor filmet nézhet, tájékozódhat a világ eseményeiről, dolgairól. A város legerősebb szimmetrikus internetét építették ki az iskola udvarában, amely a gyors letöltések mellett lehetőséget ad arra is, hogy egyszerre akár 600-an is rá tudjanak csatlakozni. Így például a ballagáson már élőben is tudják közvetíteni a szülők a gyerekek szereplését a távoli rokonoknak. Igazából ballagáson kívül én a szecskalvatóknak a közvetítésére gondoltam, ami tényleg jó dolog lehetne azért, csak hogy érezzék a szecskák, hogy milyen jó mulatságból maradnak ki. De nem csak erre lesz jó az ingyenes wifi, hanem akár arra is, hogy a diákok a szünetekben adott esetben utána nézzenek az órarendnek. Hát alapvetően úgy gondolom, hogy bármire tudom használni. Örülök a lehetőségnek, igazából mobilnetem is volt eddig, szóval ebben nem volt nagy gond, de alapvetően a diákok számára fontos az, hogy az internetet használhassák mindenre. Bármit alapvetően órák közt meg lehet nézni, esetleg hogy a következő órát, az órarendedet, a beírt jegyeket tudunk tájékozódni. A Facebook egy nagyon jó dolog, a barátokkal csetelni nem egy rossz dolog szerintem. Tigelman Péter alpolgármester azt mondja, nem véletlen, hogy csak az udvaron tudnak netezni a gyerekek, és épületen belül már nem, hiszen nem szeretnék, ha ezzel zavarnák a tanórákat. Az alpolgármester ezúton is köszönetét fejezte ki a dombóvári katasztrófavédőknek, Iszabó Jenőnek és Dávid Sándornak, hiszen nélkülünk nem lehetett volna ilyen magas pontra kihelyezni a rútereket.